Na, ez az. Ezt elhúzom, jó? Nektek egy picit rosszabb lesz, de mindjárt megpróbálom a fényviszonyokat rendezni. Hát egy kicsit sötét. Jó lesz ez. Jó. Attila, hallasz? Hát remélem, hogy a vetítő jelenik meg. Hát szeretettel köszöntök mindenkit innen Szombathelyről, a soron következő sok szemináriumunkról, ami ennek a sorozatnak a második része. És ma egy igen fontos dologgal fogunk foglalkozni, az oxigén adósággal. Akik tanítványai voltak, ezt sokszor hallhatták már tőlem, lehet egy hasonló előadást. Bele is vágunk, természetesen azok, akik a korábbi kezdés miatt nem tudnak most csatlakozni hozzánk, semmi baj, mert természetesen ez is fönt lesz az előadás is, meg az előadásról készült videó is a Transzlációs Medicina Intézet honlapján. Előző alkalommal az oxigénről beszéltünk, és arról, hogy a hipoxia hogyan alakul ki. Most pedig egyből az élettant úgy fogjuk alkalmazni a betegágy mellett, hogy esetet nézzünk meg, egy klinikai esetet. Ez egy 40 éves nő hiteles története, aki szuicid szándékkal körülbelül 2,5 évtizeddel ezelőtt, vagy még régebben 20 darab andaxint vett be. Hát ma már ez azt hiszem nem is elérhető, ez egy nyugtató. És emiatt beszállították, hát mondom, majdnem 25-30 évvel ezelőtti helyzetről beszélünk, beszállították egy adott városnak a pszichiátria ambulanciájára, ahol az akkori elveknek megfelelően gyomormosást végeztek, és néhány óra múlva ennél a betegnél hasi panaszok jelentkeztek. Sebész konziliumot kértek, ami mivel a geográfiai okok miatt a két kórház panelrendszerű távol volt egymástól, időbe került, amíg a sebész megérkezett, de megérkezett és számára egyértelmű volt, hogy ez egy akut hasra jellemző kép. Úgyhogy a betegethez mentőt hívtak, átvitték a sebészeti klinikára, ahol a gyomorperforáció ténye miatt akut műtétet végeztek. Műtét után a beteg egy rövid megfigyelésre az intenzív osztályra került, aztán vissza a sebészeti klinikára, ahol a negyedik napon akut állapot rosszabbodás lépett föl, és emiatt hívják az ügyeletes orvost. Tehát mikor ott dolgoztok egy osztályon, rezidens vagy, és szól a nővér, hogy ez a beteg rosszul van, menjünk, nézzük meg. Most mikor egy ilyen jelzést kapunk az ápolóktól, és miközben az ember elmegy a kórteremig, addig mi játszódik le a fejében, hát pláne mikor még kezdő. Hát, hogy itt ez a beteg bajban lehet.
És arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért került bajba ez a beteg, és milyen teendőink vannak vele. Hát a betegek azért kerülnek bajba, mert eladósodnak. És ennek az adósságnak a tárgya az oxigén. Itt arról van szó, hogy a légzésnek és a keringésnek, ugye a légzésről múlt órán beszéltünk, a keringésnek az a funkciója, hogy a tüdő által felvett oxigént a szív pumpa funkciójának segítségével eljuttassa a szövetekhez és a sejtekhez. És ebben zavar történik, ezt a helyzetet hívjuk oxigénadósságnak. Pontosan miről van szó? Azt ez a két képlet írja le. Nagyon szépen. Az első a kínálat, az oxigén szállító kapacitás egyenlete, a másik pedig a fogyasztásé. Ha megnézzük ezt az egyenletet, akkor nagyon egyszerűen vázolható, hogy az oxigén szállító kapacitást alapvetően a keringési perctérfogat, ami a szív által kilökött lökettérfogat vagy verőtérfogat, és a szívfrekvencia szorzata adja. A másik komponens pedig, mert ugye ez még csak egy térfogatot jelent, ebben még nincs oxigén, a másik komponensét az egyenletnek az artériás vér oxigén tartalma, a C itt a content szó első betűje, ennek a kettőnek a szorzata adja. Most ez utóbbi, az artériás vér oxigén tartalmát alapvetően a hemoglobin koncentráció és a vér oxigén szaturációja, oxigén parciális nyomása határozza meg a következőképpen. Minden egyes gram hemoglobin körülbelül, hát pontosan 1,39 század milliliter oxigént tud szállítani, és azért mondtam, hogy körülbelül, mert ez csak akkor igaz, hogyha a hemoglobin teljes mértékben telített oxigénnel, ennek a négy kis karja. Tehát ezt meg kell szoroznom a hemoglobin oxigén szaturációjával, ami egy 0 és 1 közötti szám, de a klinikai gyakorlatban ezt úgy szoktuk jellemezni, 90%, 95%, 85%, stb. Tehát mi százalékban beszélünk, de az egyenletben ez egy 0,98, 0,88-as szám. És ehhez jön még az oldott oxigén, és látjuk, hogy ez egy, amelynek az oldékonysági együtthatója, amennyiben higany milliméterben fejezzük ki a PO2-t, az 0,003. Tehát, hogyha normális, mondjuk 100 higany milliméter az oxigén parciális nyomása a vérünkben, azt megszorzom 0,003-mal, látjuk, ez egy nagyon picike szám. Tehát fiziológiás élettani körülmények között az oldott oxigénnek túl sok szerepe az oxigénszállító kapacitásban nincs, tehát bőven elég szinte ezt a rövidített verziót nézni, hogy perctérfogat, hemoglobin szaturáció. Na most ez egy átlagos felnőttben, nyugalomban körülbelül 1000 milliliter oxigén szállítását jelenti. És ti most ebben a teremben, akik itt a nehéz nap után szunyókáltok, vagy hát azért fáradtan, de mindenképpen egy ilyen relaxált állapotban ültök, tehát nyugalmi állapotban ültök, akkor az általatok fogyasztott oxigén mennyiség az valahol 200-300 milliliter között van. Nem kell az abszolút számokat soha komolyan venni, ezek hozzávetőleges adatok. De az arányt nagyon jól mutatja, hogy tulajdonképpen a szervezetünk bőven szállít oxigént, háromszorosát annak, amit tulajdonképpen mi elfogyasztunk általában. Na most, miért van ez a puffer, ez a tartalék? Hát azért, mert pontosan tudta a Jóisten a teremtéskor, hogy ez egy nagyon fontos anyag, ez az oxigén, és ebből ennek a hiánya nagyon gyorsan visszafordíthatatlan károsodásokat vezet. Úgyhogy ez az egyenlet azt mutatja, hogy mi bármikor meg tudjuk duplázni az oxigénfogyasztásunkat, mikor megijedünk, mert bejött a főorvos úr, vagy az utcán lelépsz az autó elé, bármikor meg tudjuk duplázni az oxigénfogyasztásunkat, anélkül, hogy a keringésünknek ahhoz adaptálódni kéne. De mi történik, hogyha elmúlik pár másodperc, vagy mondjuk tudatosan fizikai munkát kezdünk el végezni? Akkor az történik, hogy azt már mindannyian átéltük, igaz, hogyha sportolunk, vagy fizikai munkát végzünk, akkor értelemszerűen megnő az oxigén igényünk, hiszen minden izommunkához ATP molekula kell, és ahhoz, hogy el tudjuk égetni az üzemanyagot, a cukrot, stb., ehhez pedig oxigén kell. Tehát megnő az oxigénfogyasztásunk. De a szervezetünk ehhez azonnal alkalmazkodik, néhány másodpercen belül, és amit mi átéltünk már, és ez nem kell orvosi egyetemet végezni, hogy fölmegy a pulzus számunk, és egy bizonyos terhelést követően úgy érzem, hogy ki akar ugrani a szívem, a mellkasomból. Tehát valószínűleg megnő a verőtérfogat is. Azaz, mit tesz a keringés? Megnöveli
a perctérfogatot, a többszörösére. És ezzel tulajdonképpen igyekszik ezt az arányt még fizikai terhelés közben is megtartani. És ezt pedig akkor éljük át, amikor elkezdünk valamit csinálni, mondjuk kocogni, és elmúlik az a bizonyos holdpont, és utána már egész mondatokban tudunk beszélni a mellettünk futóval, mert kialakult újból egy egyensúlyi helyzet, semmiféle oxigénadóság nincs. De ha fokozzuk a terhelést, akkor természetesen a keringési perctérfogatot nem tudjuk megnövelni a végletekig, és akkor érzed azt, hogy fáradsz, fogy el a levegő, már nem egész mondatokba beszélsz a barátoddal, hanem már csak szaggatott rövid mondatokba, és aztán lesz egy idő pillanat, amikor már egyáltalán nem fogsz beszélni, és ha a terhelést még tovább fokozzuk, na ez lesz az a végelgyengülés állapota, amikor hirtelen az oxigén kínálat nem képes már az igényt kielégíteni, és akkor lehet tulajdonképpen kollabálni egy oxigén hiányos állapotban. Szerencsére ez a hétköznapi életben nem következik be olyan sűrű, mert ezt mi jól kontrolláljuk. De mi köze van ennek a betegeinkhez? Hát nagyon sok köze van. Az a különbség, hogy a betegeinknél nem feltétlenül a sportolás jelenti azt az okot, ami miatt fölborul ez az egyensúly, hanem egészen más. Mégpedig ebből az egyenletből pontosan le tudod vezetni azt, hogy egy hipovolémiás, illeuszban szenvedő betegnél miért lehet oxigén adóság, miért léphet föl? Hát azért, mert a hipovolémia miatt csökken a perctérfogat. Kompenzál egy ideig tachikardiával, de azt csak egy ideig tud kompenzálni a szervezetünk, aztán utána a verőtérfogat egyre fogy, és a betegnél, ha nem avatkozunk be, nem adunk infúziót, kialakulhat az oxigén adóság a hipovolémia okozta keringési, vagy hát perctérfogat csökkenés miatt. Hipoxiában, amit a múlt órán láttunk, ott is. Ha oxigén hiányos lesz a beteg, csökkenni fog a végén az oxigén kínálat, és ez miatt kerül bajba. A vérző beteg pedig? Hát ezért van nagyobb veszélybe egy akutan vérző beteg, mint egy hipovolémiás beteg, mert ott nem elég, hogy a perctérfogat is zavart szenved, de a hemoglobin szint is csökkenni fog. Hogy ezért kell még fokozottabban, még agresszívebben, még gyorsabban beavatkoznunk ezeknél a betegeknél. És most még sorolhatnám, természetesen, de ennek az üzenete az az, hogy ha ezt érted, akkor meg tudod magyarázni, hogy egy szívinfarktusos beteg, egy balkamrelégtelen, egy vérzős, hogy miért kerül bajba. És ráadásul, és hát itt van a paradox, hogy ezeknek a betegeknek az oxigén igénye az nem annyi, mint nekünk a teremben. Éppen a mai viziten vizsgáltunk ugye egy lélegeztetett beteget, és szapora is volt a légzése, és orszárnyi légzése volt. Neked mikor van orszárnyi légzése? Amikor tulajdonképpen próbálod a fizikai munkavégzés okozta megnövekedett oxigén igényt kielégíteni. Tehát ez így függ össze a kóros és a normális állapot. Most aki ezt érti, ezt az összefüggést, de azt nem mondtam, hogy miért nő meg ezeknek a betegeknek az oxigén igénye és oxigén fogyasztása is. Hát azért, mert ezek a betegek nem ilyen nyugodtan ülnek az ágyban, vagy hevernek az árok szélén egy baleset után, hanem ezeknek a betegeknek fájdalma van, halálfélelmük van adott esetben, a tahipnoésak, tehát mindent elkövetnek tulajdonképpen, hogy még növelik az oxigén igényüket, ráadásul ez szembe találkozik egy csökkent kínálattal. Tehát aki ezt érti, érti az alapvető problémát, és azt is meg tudom magyarázni, hogy miért adok én folyadékot egy hipovolémiás betegnek, miért adok vért egy vérző betegnek, és miért adok oxigén egy ilyen betegnek. És ennek tulajdonképpen egyetlen célja van mind a háromnak, hogy az oxigén kínálatot növeljen meg. Tehát aki infúziót ad egy hipovolémiás betegnek, az oxigént ad a sejteknek. Erről meg lehetne hosszasabban beszélni, persze ez nem ennyire egyszerű, de mégis valahogy így néz ki. Ráadásul az, amikor egy politraumatizált betegnek, egy akut has és panaszokkal bíró betegnek fájdalomcsillapítót adok, azzal csökkentem az oxigénigényét, mert oldom azt a stressz helyzetet, ami megnövelte a beteg oxigénigényét. Én még úgy nőttem föl, hogy azt tanították nekünk, hogy akut hasi katasztrófában tilos kábító fájdalomcsillapítót adni, mert elfedi az akut hasi tüneteket. Ami lehet, hogy jó ötlet volt régen, sok évtizeddel ezelőtt, de ma
az ultrahang CT MR korában ez elfogadhatatlan, de a fájdalomcsillapításról majd egy külön órán fogunk beszélni. És ugyanígy, amikor a beteg nagy bajban van, és én elaltatom megfelelő feltételekkel, és lélegeztetőgépre teszem, és tehermentesítem a tahipnoitól és a disznoitól a megnevekezett légzési munkától, ugyancsak ez azt a célt szolgálja, hogy csökkentsem a beteg oxigén igényét, miközben ezzel egy időben növelem az oxigén kínálatot az itt látható egyszerű beavatkozásokkal, és itt nem intenzív terápiáról beszélünk, hangsúlyozom, hanem egyszerű akut betegellátásról. Na most, hogyan tudok én ehhez az arányhoz közel kerülni, mert hát nyilván nem mérek azonnal mindenkinél persztérfogatot, meg itt a fogyasztási oldalon, ami ugyanígy a persztérfogatnak és az artériás véroxigén tartalmának a szorzata, de úgy, hogy kivonom az artériásiból a kevert vénás oldalon, ami megmarad oxigén tartalom, tehát ezt a különbséget szorzom meg, ez lesz a fogyasztás. Hát nagyon egyszerűen egyébként a szaturációt nyilván mérni tudom, a hemoglobint tudom mérni, a persztérfogat az bonyolultabb. De maradjunk ennél az egyszerű dolognál, az oxigén tartalomnál. Meg tudom mérni, hogy mennyi a hemoglobin oxigén tartalma, ami normális esetben a 99-100% körüli. Na most, hogyha elfogadom ezt az élettani összefüggést, hogy körülbelül harmada az elfogyasztott oxigén a kínálatnak, tehát a fogyasztás-szállítási arány az 30%, akkor ha most megnézném az egyenletet, és ide is ilyen részletesen beírnám, mint ide, akkor ez ugyanaz, mint fönt, ez is ugyanaz, és ez az egyenlet is csak abban különbözik, hiszen a hemoglobin ugyanannyi a vénás oldalon, mint az artériáson, hogy a hemoglobin szaturációja annyival lesz kevesebb, amennyit elfogyasztottak a sejtek. Világos? Tehát ha az artériás oldalon 100%, és veszek egy centrális vénás, vagy egy kevert vénás vérgázt, ami persze nagyon bonyolult, de a centrális vénás vérgázt azért említem itt meg, mert egyre több beteget adunk ki műtőből, intenzív osztályról, vagy maguk a belgyógyászok, sebészek kérnek minket, hogy tegyünk be centrális katétert, és abból vért venni nem ördöngőség ma már, és a vérgázgép pillanatok alatt meghatározza annak a hemoglobin oxigén szaturációját. És ha ott egy alacsony szaturációt látunk, akkor körül kell néznünk, mert lehet, hogy a beteggel baj van. Na most, hogyan néz ez ki, amikor elindul a folyamat, és a betegnek valamilyen ok miatt, legyen a szívelégtelenség vagy vérzés, teljesen mindegy, elkezd csökkenni az oxigén kínálata. Hát ezért van bőven oxigén a vérünkben, hogy legyen tartalékunk. És amikor elkezd csökkenni az oxigén tartalma a vérnek, vagy az oxigén kínálat, akkor egy kritikus pontig látható, hogy ez a pötty nem mozdul meg, a sejtek és szövetek ki tudják venni a vérből az elegendő oxigént. De egy bizonyos pont után, ha mi nem avatkozunk be, akkor minden további csökkenés a kínálatban már direkt a sejtek, szövetek oxigén felvételét károsítja, és elkövetkezhet az oxigén adósságnak az a formája, amit úgy hívunk, hogy sok. És a sokkot azt majd mindjárt definiáljuk, de itt minket ez a rész érdekel, amíg még nincs baj a beteggel, mert itt már nagy baj van. De mielőtt a beteg ideér, ezt például egy centrális vénás vérből vett oxigén szaturációval azonosítani tudjuk, hogyha nincsenek is komplex hemodinamikai mérések a kezünkben, és hát nyilván egy sebészeti belgyógyászati osztályon, vagy a sürgősségén nincsen, bár ultrahang most már a sürgősségen is ezért elérhető, és abból meg lehet határozni a persztérfogatot. Tehát visszatérvén erre ez a sok gondolathoz, tehát a sokkot, ha definiálni akarom, akkor az élettani definíciója az az, hogy az a pillanat, amikor az oxigén kínálat nem képes kielégíteni a sejtek, szövetek oxigén igényét. Ennyire egyszerű a sok definíciója. Természetesen ezt a pillanatot definiálni már nem annyira egyszerű. Amit szoktunk mérni, amit már Szent Györgyi is leírt, róla a legutóbbi alkalommal már beszéltünk, hogy ugye beszéltem nagyon sokat a fizikai munkavégzésről, sportolásról. A sportolásnál, hogyha kocogunk, akkor nagy valószínűséggel lesz elég ATP molekula, elég oxigén, és el tudjuk égetni az üzemanyagot széndioksziddá és vízzé, és a széndioxidot kilihegjük. De hogyha sprint, vagy olyan szokatlan, masszív izom munkát végzünk, amihez nem szoktunk hozzá,
akkor, és ő ezt ugye sprintnek hívja, akkor nincs idő erre a mechanizmusra, és laktát fog képződni. És ezt a laktátot felhasználjuk az akut betegellátásnál, egy egyszerű vérgázzal mérhető, és a magas laktát szint az utalhat arra, hogy az aerob anyagcsere anaerobra váltott, mert nincs elegendő oxigén. Na ezt jelzi a laktát, és ez az, amiről Szent Györgyi nem pontosan ilyen kontextusban, de már beszélt. Na akkor menjünk vissza a beteghez. Megérkeztünk a beteg ágy mellé, és mit látunk? Egy aluszékony, elesett állapotú beteget, hát ezt ahogy belépek, látom, hogy a beteg milyen általános állapotban van, oda megyek, megszólítom, bemutatkozok, megfogom, érzem, hogy ahogy megfogom a kezét, hogy verítékes a bőre, homloka is verítékes, tahipnoés, és ahogy nézem az ujjait, ott perifériás cianózis van. Na most a kérdés az az, hogy te vagy az a rezidens, aki ezt a beteget észlelted, hogy mi a következő lépés, mit tennél? A medicina klasszikus belgyógyászati, sebészeti ágán azt tanultuk nagyon helyesen, hogy a beteg bejön, elmondja a panaszait, én, nekem van egy sejtésem, ahhoz hozzárendelem a diagnosztikus teszteket, és néhány órán, napon, egy-két héten belül felállítok egy diagnózist, aztán azt szerint elkezdem kezelni a beteget. Ez itt teljesen rendben van. Senki nem örülne neki, hogyha egy benőtt köröm miatt megoperálnák az appendixét, ez nyilvánvaló. Tehát ez ott működik. De mi a helyzet ezekkel a betegekkel? Mert ugye most én 4 lehetséges alternatívát vázoltam föl, hogy megyünk a klasszikus medicina útján, anamnézis felvétel, alapos fizikális vizsgálat, rendelek laborokat, vagy azonnal elküldöm a beteget, hogy diagnózishoz jussak hasi CT-re, vagy ultrahangra, vagy azonnal azt mondom, hogy ó, hát ez biztos, hogy akut has, gyerünk be a műtőbe. Én azt mondom, hogy ebben a helyzetben a legjobb, amit tehetsz a beteggel, hogy azonnal megkérjük az osztályos ápolót, hogy hozzon, ha nincs ott oxigén, és adunk a betegnek oxigén. Ha nincs, vénát biztosítunk, és fölkötünk egy infúziót. Nem kezdem el döngetni az infúziót, de minden ott legyen. Tehát van egy vénás hozzáférésem, a beteg kap oxigént, és utána és ha lehetőség van rá, monitorozom, és utána el lehet gondolkodni, hogy hogyan tovább. És itt egyetlen pontra hívnám fel a figyelmet, az akut, na most ez reggel itt van. Tehát amikor ezeket a betegeket elviszik diagnosztikai beavatkozásokra, és sajnos nem egyszer, nem kétszer kaptunk már hívást, hogy reanimáció a CT-ben, reanimáció az ultrahangban. És a beteg ott van oxigén nélkül, tulajdonképpen orvosi felügyelet nélkül, és ezt meg kell fordítani, ezt a gondolatmenetet. Először a beteget biztonságba kell helyezni, stabilizálni kell, például az SBO-n, és csak utána viszem el a diagnosztikai beavatkozásokra. Ez alól talán egyetlen feloldozás van, hogyha azonnal betolom a műtőbe, hiszen ott már megkapja mindezt, hogyha annyira biztos a helyzet. Hát van ilyen természetesen. Na és akkor most próbáljuk meg alkalmazni ezt a tudást néhány példán keresztül a beteg ágy mellett. A következő eset, ez is megtörtént eset egyébként, reanimációhoz hívnak minket a mellkassebészetre. Megérkezünk, semmit nem tudunk a betegről, csak ugye a reanimációs hívás az olyan, hogy jön, hogy reanimáció itt és ott. Látunk egy középkorú férfit, akinél ott van a bronhoszkóp, tehát nyilván egy bronhoszkópos beavatkozás történt, és közben keringés, légzés, leállás, elkezdték a kollégák ott az újraélesztést, ezt mi átvesszük, a betegnél van egy eredményes reanimáció, visszatér a spontán keringés, hogy a beteget intubált, lélegeztetett állapotba elvisszük az intenzív osztályra. És közben derül ki, hogy tulajdonképpen mi is történt. Közben tudjuk meg, már megmentettük a beteget, de közben tudjuk meg, hogy ez egy 58 éves beteg, 4 napja tüdőrák miatt operálták, 2 napja nyálkretenció, köhögési nehezítettség miatt ülőhelyzetben, nagyon helyesen ülőhelyzetben kezelik, kapja az oxigént, monitorra is helyezték, de csak nem tudja felköhögni a váladékot, és ezért az orvos úgy döntött, a kezelő orvos, hogy ő ezt a váladékot leszívja, és emiatt bronhoszkópiát indikált. Úgyhogy mi is történt itt tulajdonképpen? Menjünk vissza az egyenletünkhöz, és nézzük meg, hogy ez a súlyos oxigénadóság, mert nyilván az történt, hogyan is alakult ki. Ugye ez a beteg nem tudta fölköhögni a váladékát, de próbálta, és az oxigén maszkon szaturálgatott olyan 90 alatti szaturációkat,
És ahhoz, hogy a bronkoszkópiát el tudja a sebész kollega végezni, a maszkot levette a betegről. És közben tételezzük fel, hogy emiatt a beteg oxigén szaturációja, ami az oxigén szupplementáción függött, azon múlt, hogy normálishoz közeli legyen, az elkezdett zuhanni. És ugye a múlt órán láttuk, hogy olyan 94% alatt a zuhanás az exponenciális, rapidan fog esni, minimális oxigén esésre, PO2 eséshez nagyon komoly szaturáció esés társul. Tehát ez lesz a gyenge pontja a rendszernek, emiatt lesz alacsony, nem 1000, hanem mondjuk 600 ml per perc az oxigén kínálat. De ez a beteg ezt a bronkoszkópiát, ezt kellemetlenül élte meg. Tehát azt szoktuk mondani, hogy hát a bronkoszkópia, ha kellemes lenne, akkor egymásnak csinálnánk, igaz? De hát ez nem egy kellemes beavatkozás, ez egy stressz helyzet, fájdalmas, nagyon kellemetlen, köhögteti a beteget, és ez megnöveli a beteg oxigén igényét, és ha vettem volna a vénás oldalról egy vérmintát, és abban meghatározom a hemoglobin oxigén szaturációját, az már szinte az élettel összeegyeztethetetlen, és valószínűleg így is volt. A szívizom nem kapott elegendő oxigént, és emiatt történt az akut szívleállás. Úgyhogy ez a magyarázat annak, hogy mi történt, és mit kellett volna tenni. Tehát egy ilyen helyzetben nem veszem el a betegtől az oxigént, hanem rajta hagyom, monitorozom, és ezt a beteget nagy valószínűséggel el kellett volna altatni, légutat biztosítani, és kontrollált körülmények között elvégezni a bronkoszkópiát. Úgyhogy hát ez sajnos egy valós eset, és ehhez hasonló, ez is abba a kategóriába tartozik, mint ugye a CT-be viszem az akut beteget, tehát hogy diagnózishoz jutok. Ráadásul ez a váladék leszívás a tüdőből, ez nem ilyen egyszerű. Hát gondoljunk csak vissza arra, hogyha mi náthásak vagyunk. Ez nem úgy néz ki, hogy én egyszer kifújom az orrom, és akkor onnantól minden rendben van, 5 perc múlva megint fújom, meg 10 perc múlva megint, amíg meg nem gyógyulok. Tehát ennek a betegnek is valószínűleg kialakult egy retenciós pneumóniája, és ehhez napok kellenek, hogy ez meggyógyuljon. Nem lehet egy leszívással, itt nem egy kis váladékról van szó, amit eltávolítok, és ezzel rendezem a helyzetet. A következő eset, az pedig megint csak egy típus eset, egy idős nőbeteg a sürgősségi betegellátó osztályon, akit behoznak rossz állapotban, verítékes, agitált, diszpnoé, és tiszta a tudata, de látszik, hogy vergődik az ágyban. Na most hogyan tovább? Ha én látok egy ilyen beteget, akkor van néhány olyan egyszerű lépés, amit el kell, hogy végezzek. Ezeket a betegeket, mint hogy nagyon helyesen a bronkoszkópián áteső beteget is ugye ülő helyzetben vagy félülő helyzetben kezelték, érdemes felültetni. Oxigént adunk neki, vénát biztosítunk, és ha egy mód van rá, akkor monitorra helyezzük. Hát ezek azok a lépések, amiket el kell végezni. Most ugye ezért kell, hogy nem csak az SBO-n, de minden aktív ágy mellett legyen oxigén csatlakozó, hogy legyenek transportmonitorok a nem magasabb készültségű osztályokon is, mert bármikor rosszul lehet egy beteg egy aktív ágyon. Aztán ezt el is végezzük, és utána derül ki, hogy egy 68 éves betegről van szó, akinek magas vérnyomása ismert, sőt, iszkémiás szívbetegsége is van, és pár órája fullad, fokozódó fulladás, egy kis mellkasi fájdalom, és amikor a monitor az első értékeket mutatja, akkor a betegnek van egy 195/100-as vérnyomása, egy 112/100-es tachikardiája, és egy jelzett deszaturációja, egy 88%-os szaturáció. És megint használjuk az egyenletünket, hogy mi is a baj ezzel a beteggel. Hát az egyik baj az, ahogy alacsony a szaturációja. Ez egy lényeges komponens az oxigénszállító kapacitás egyenletében. Hát ez az egyik baj. A másik pedig, hogy lehet, hogy itt a keringésével is baj van, hiszen az anamnézisében is volt erre utalójel, a vérnyomása is magas, tehát ez lehet, hogy nem jó. És a betegnek mondjuk van egy csökkent emiatt, egy csökkent oxigénszállító kapacitása. És a beteg tahipnoé és agitált, verítéges, nincs jól, ez a beteg is egy stressz helyzetben van, tehát az oxigén igénye az megnőhetett. És ez okozhat egy oxigén adósságot.
Ezt még én nem látom, de pusztán a klinikai jelek alapján ezt feltételeznem kell. És ezért tettem azt, hogy azonnal oxigént adtam neki, vénát biztosítottam, és aztán nézzük tovább, hogy mi lehet a magyarázata. Hát például akut balkamra elégtelenség simán lehet ennek az oka, hiszen egy magas vérnyomásos betegről van szó, kiugrik ez a magas vérnyomás, megnövekszik jelentősen az afterload, terhelődik a szív, és emiatt kialakulhat egy akut balkamra elégtelenség, melynek okán képtelen a normális perszérfogatot produkálni ez a beteg szív. Úgyhogy a teendő, hogy oxigént adok a betegnek, természetesen monitorozom, és adunk neki vérnyomáscsökkentőt, itt most éppen ez a beteg urapidilt kapott, tebrantilt, ezzel részint a szisztémás vaszkuláris rezisztenciát azt csökkentem, ezzel a vér kiáramlási pályája megkönnyítem, hiszen a magas vaszkuláris rezisztencia okozta ellenállást csökkentem, így a balkamra levegőhöz jut, és ezt úgy látom, hogy a betegnek normalizálódik esetleg a vérnyomása, és de van mellkasi fájdalom is, adok a betegnek egy kis kábító fájdalomcsillapítót, ezzel nem csak a fájdalmát csökkentem, hanem az euforizáló hatás miatt ez meg is nyugtatja a beteget, és ezzel próbálom csökkenteni a beteg oxigén igényét és oxigén fogyasztását. És természetesen nézzük, hogy mi történik. És ezen néhány lépést után a beteg oxigén szaturációja az elindul fölfelé, javul, a vérnyomása javul, a pulzus száma, a szívfrekvenciája csökken. És még mindig nem tudom, hogy pontosan mi történt a beteggel, pusztán tüneti kezelést adtam ennek a néninek, és ennek már néhány perc múlva láttam a hatását. Most van időm 12 felvezetéses EKG-t, mellkasröntgent küldeni, vagy kékszíteni laborokhoz vért küldenem, mert van rá idő. De ez abban az akut helyzetben nem biztos, hogy a legjobb választás. Aztán ki is derült, hogy a betegnek egy akut balkamra elégtelensége volt, de mire mindez a vizsgálati sor megtörtént, addigra a beteg már annyira stabilizálódott, hogy a kardiológiára lehetett adni további észlelés, kivizsgálás és gyógyszerbeállítás céljából. Úgyhogy a mai órának ennyire rövid volt az üzenete, és ennyire frappáns, de talán sikerült átadnom azt, hogy a beteg, kritikus állapotú betegeknél minden az oxigén körül forog, és ezt a két egyenletet, ezt a kritikus állapotú beteggel nap mint nap foglalkozóknak tudni kell, és hát az egyetemi oktatás során is ez az a tétel volt, amit hát mindig elvártunk a hallgatóktól, hogy tudják. A mottója ennek az előadásnak egy nagyon régi szlogenem, amit úgy fogalmaztam meg, hogy a diagnózis ráér, de a sejtek türelme véges. Ez azt jelenti, és nagyon sok kritikát kaptam emiatt, amikor nem szakfórumon beszéltem erről, mert hát ezt úgy fordították nagyon sokan le, hogy hát akkor én azt mondom, hogy a diagnózis ez nem lényeges. Hát erről szó sincs. Ez tulajdonképpen egy vicces megfogalmazás, hogy a diagnózis az egy fogalom. Az ráér. Tehát, hogy most azzal, hogy kimondunk egy diagnózist, azzal még nem gyógyítottuk meg a beteget. De hogyha én odaállok a beteg ágy mellé, és azon vakarom a fejem egy hipoxiás vérnyomását, alig tudom mérni betegnél, sősen hipotenzív betegnél, egy cianotikus nevű, akinek tudatzavar, és azon morfondírozok, hogy ez most szívelégtelenség vagy pneumónia, és akkor vizsgálatokat kérek, nem egyből kezelem a nyilvánvalót, akkor bizony a sejtek türelme véges, és azt mindannyian megtanultuk, ugyancsak élettamból, hogy legalább ott biztosan, hogy néhány perc oxigénhiány, ugye erre a legérzékenyebb az agy, a szív is csak néhány másodpercet bír ki, ott akut gondok lehetnek az agyban tartósak, de ugyanígy lehet tartós gond a akármilyen életfontosságú, vagy kevésbé életfontosságú szervben. Tehát ezt rendkívül komolyan kell venni, és a kritikus állapotú betegek akut ellátása, reszuszitációja az nem tűrhet halasztást. Köszönöm szépen a figyelmet, és befejezem az előadást, leállítom a képernyő megosztást, és örömmel válaszolok bármilyen kérdésre.
Akár itt a teremben ülőktől, akár másoktól. Hát most nem kaptam kérdéseket, kevesebben is vagyunk, mint múltkor, egy órával előbbre kellett hozni, a technikai okok miatt az épület bezár. Hogy amennyiben nincs kérdés, akkor én megköszönöm a figyelmet, az előadás és a diák azok letölthetőek, megnézhetőek lesznek. A honlapon erről küldünk majd értesítést, és találkozunk 2 hét múlva, még nem tudom pontosan, hogy kedden vagy szerdán, és a folyadékterápiáról fogunk beszélni. Utána a 4. előadás pedig a fájdalomcsillapítás. Ezzel a 4 előadással tulajdonképpen ennek az előadás sorozatnak az első felét, azt olyan formán le is zárjuk, hogy ez a 4 talán legfontosabb része van az akut beteg ellátásának, ami nem intenzíves, nem SBO-s, hanem minden akut ágy mellett dolgozó rezidensnek dolga és kötelessége. Úgyhogy köszönöm szépen!